Mindhárom mérkőzését megnyerve felkészülési tornát nyert vendéglátóként az U18-as magyar női kézilabda válogatott, Horvátország, Norvégia és Ausztria előtt. A tavaly nehéz sorsolással EB9. társulat, imár ifjú kis szilárd irányításával készül a nyári világbajnokságra. A Veszprémből a Boglári Akadémiára igazolt szövetségi edző, most a vendégünk jó reggelt kívánok. Jó reggelt. Mi az érték ennek a tornagyőzelemnek? Ugye sok-sok évtized fiúkkal való foglalkozás után tetted át a székhelyedet tavaly nyáron Boglára, és ősztől vetted át ezt, a, ezt, az ifjúsági válogatottat, a lányokat. Igen, szerencsém volt, mert Pap György már nyáron irányította ezt a csapatot, és most együtt dolgozunk ketten. Értéke van, minden ilyen tornagyőzelemnek értéke van. Nemzetközi mérkőzések, nemzetközi mérkőzéseket sose adnak olcsón mindig meg kell küzdeni minden egyes győzelemért. Ugyanakkor azt azért tudni kell, hogy, hogy van három csapat, aki kilóg a mezőnyből, és utánuk jönnek például ezek a csapatok is. Azt hiszem a hetedik és nyolcadik helyezett csapat volt itt ezen a tornán, a horvát és a norvég válogatott. Küzdve nyertünk, kevésbé jó játékkal, jó védekezéssel, támadó játékunk az egy kicsit gyengébb volt de óriási küzdőszellemmel sikerült nyerni ezt a tornát. Most ezeket a vetélytársakat tehát, akik mondjuk egy legutóbbi EB helyezés szempontjában nincsenek távol tőlünk, szóval ezeknél egyértelműen már szeretnétek egy világbajnokságon is folyamatosan jelentősen jobbak lenni. A jelentőst azt nem tudom garantálni. Jobb. Az, hogy jobbak lenni, szeretnénk nyerni ellenük. Az eredményből az azért kitűnik, hogy hazai pályán két-három góllal tudtunk nyerni, Feltételezhetően, ha ott játszunk, akkor lehet, hogy ők nyernek. Érdekes kérdés egy semleges pályán történő mérkőzés. Úgy gondolom, hogy körülbelül ezen a szinten vagyunk, mint ezek a csapatok. Voltunk decemberben egy tornán Párizsban, igen, igen, és ott franciákkal játszottunk, románokkal, dánokkal. A dánok kimagaslottak, nem volt esélye egyik csapatnak se ellenük. A többiekkel ugyanilyen szoros mérkőzést játszottunk. 50. percben mindegyik csapat vezet, vezetett még ellenünk, ez a mostani tornára is jellemző volt, valahogy az utolsó 10 percben sikerül mindig megtalálni azt a felállást, ami, ami lehozza a mérkőzést. Na most ez azt jelenti, hogy akkor a, mert ti a nyári macedóniai világbajnokságra készültök, ez, ez egy eléggé sűrű mezőnyt feltételez. Hát igen, a 11 európai csapat van, úgy gondolom, hogy a 7, 6 és 11-ből bármelyik lehetnénk, tehát itt nem lehet azt mondani, hogy lehet, hogy decemberben ennyi, októberben, márciusban más, tehát bármikor, hogyha megrendezik, mindig lehet különböző a sorrend, viszont ugye bejönnek még azért különböző kontinenseknek a bajnokai és azért a dél-amerikaiak, a brazilok, egy Kína, egy Japán, soha nem lehet tudni, hogy milyen válogatottal jön egy ilyen tornára. Meg, mennyire kiegyenített posztonként most ez a magyar ifjúsági válogatott? Az U18-as válogatottra úgy gondolom, hogy nem a kiemelkedő képesség, az egyéni kiemelkedő képesség a jellemző, hanem inkább egy egységes, viszonylag homogén csapat. Lehet, hogy két-három éven belül kinő valaki, vagy kinőnek többen, de jelen pillanatban azt látom, hogy vannak erényeik és rengeteg hiányosság. Az erényekre kell építeni, a hiányosságokat pótolni kell, vagy, vagy megpróbálni úgy kiavítani, hogy az erényé váljon egységes társaság, tehát az utolsó pár hónapban, illetve nyár óta úgy gondolom, hogy, hogy átmentünk egy, egy jó, egységes küzdő kis társaságba. Kiket tartasz a legkiemelkedőbb képességeknek, akik esetleg a kiemelkedő tehetségek közé kerülhetnek? Azt látom, hogy élő Atrix rúgta, vagy rúgta, hát lőtte most a legtöbb volt. Hát igen, neki például a védekezésben óriási uh -huh. gondjai vannak, tehát őt úgy kell becsempészni a pályára, meg lecsempészni. Én nagyon szeretném, hogyha ezen változtatnánk, tehát hogy legalább részfeladatokat meg tudjon oldani. A, a tavaly még megtudott, idén már annyit erősödött a mezőny, hogy, hogy már megtalálják azokat a hiányosságokat, amit még tavaly kevésbé találtak meg. Ez normális egyébként, mert minden évben, ahogy fejlődnek a gyerekek, úgy, úgy, lehet ezen folyamatosan fejlesztik egymást, és ezáltal meg fogják találni a gyenge pontjait, akár az egyénnek, akár a csapatnak, de egyébként a, a, azt azért tudni kell, hogy a Tóth Gabriella például ebbe a korosztályba tartozik, ő még nem volt velünk, és az is a normális egyelőre, hogyha felnőtt válogatott környékén van, hogy nyilvánvaló, hogy egy ifjúsági válogatottban nincsen szerepe, ettől függetlenül úgy gondolom, hogy majd meglátjuk, hogy ő a felnőtt válogatottban milyen szerepet fog kapni, nyilván nagyon örülnék, hogyha játszana, de ez egyelőre még úgy gondolom, hogy, hogy álomszint. De azért ott van az államok között, hogy a vb n esetleg ilyen visszajátszásra hát lehetőséget előtte legyen. előtte junior versenye lesz, de. előtte, ha jól tudom, középiskolás világbajnoksága, nem hiszem, hogy az a legfontosabb, egy főleg a, úgy gondolom, hogy a mostani idő egyik legnagyobb tehetsége, hogy minden világversenyen részfejjelentem, és én szeretném, nagyon szeretném, hogyha minél jobb csapattal tudnánk kimenni de szerintem nekünk az a fő feladatunk, hogy tehát nekem nem a Tóth Gabit kell megtalálni, azt megtaláltánk már, nekem azt kell megtalálni, aki a következő és használható játékos lesz majd a, a felnőtt válogatottnak. Ez a legfontosabb cél egy utánpótlás válogatottnak, de szerintem nem csak a válogatottnak, hanem bármik utánpótlás edzőnek, hogy olyan játékosokat neveljen, akik alkalmasak lehetnek majd a magyar felnőtt válogatottba jó teljesítmény nyújtani. Uh -huh. Na most ilyen szempontból mennyire bonyolítja a helyzetedet, hogy Német András egy jelentős fiatalítási programot hirdetett meg, hát a tolga beszéltünk az előbb is, tehát azért elég nagy elszívó erő lesz az, hogy lehetőséget fognak kapni hamar fiatal a játékosok a felnőtt. Most a juniorokról ne is beszéljünk. Igen, a, a junior a kapitányról, igen. Hát junior rá, azért, ez egy elég erős válogatott, tehát ebbé második helyezett, és tele olyan kiemelkedő képességű játékosokkal, akik azért már ott vannak a, a, felnőtt mezőnyben, már megmutatták, ők már biztos, hogy nb 1 játékosok lesznek az a minimum. Ö, én örülök neki, tehát a, a mindig kell egy egészséges fiatalítás, itt az egészséges szót azt azért kiemelném. Tehát mind, nem szabad soha átesni az egyik oldalról a másikra hirtelen, hanem ezt szépen koncepciózusan fel kell építeni. Úgy gondolom, hogy az András biztos így fogja ezt csinálni. Szűk egy év váltás után milyennek a benyomások? Hosszú-hosszú idő, fiúkkal való foglalkozás után szakágváltás, nehezebb alanyokkal? Más. Teljesen más. A kézilabda az ugyanaz. Én ezt vallom is, hogy, hogy azt nem fogadom el, hogy azért, mert lányok inkább a lelki tényezők az a háttérmunka, amit el kell végezni egy női csapatnál, az teljesen más, mint egy fiúnál. A pályán ugyanazok a szabályok vonatkoznak, és ezt vallom is, hogy a fiú kézilabdából építkezik mindig a női kézilabda, és azért én a fiúk között 25 éve dolgozok, mint utánpótlás edző, megpróbálok egy kicsit fiúsabb játékot behozni a női kézilabdába. Ez pont talán látszik is, hogy azért kevesebb gólt kaptunk mostanában, mint amit amit úgy, úgy az átlagba szoktak kapni a csapatok. Ez talán annak is köszönhető, tehát abból építkezünk, hogy, hogy hátulról, aztán meglátjuk, hogy elő mi jut belőle jó edzői módszer ebben a helyzetben gyakran játszhatni a lányokat fiúkkal? Én nem mindig játszhatom őket, tehát kevésszer játszunk fiúkkal, de egyébként biztos, hogy egy adott szakaszban célra vezető. Amikor a felnőtt női NB1-es csapatnál voltam a budapesti Spartakusznál, akkor pont a Lékai Máték, mind a kettő az én csapatom volt, és a Máték pont azon a szinten voltak, hogy már, már túl voltak egy női NB1-es szinten serdülő korosztályba de hasznos volt még mind a kettőnek, hogy játszon egymással, és akkor például úgy készültünk mérkőzésekre, az, az jó volt, hasznos volt. A kisebbeknél ezt jól meg kell gondolni, át kell gondolni, biztos, hogy egyszer-egyszer az hasznos. Hogyan folytatódik a csapat felkészülése a világbajnokságig? Még vagyunk májusban négy napot együtt, Utána, itt most áprilisban korosztályos döntők vannak, tehát nem lehet együtt lenni. Érettségizőink vannak, őket tiszteletbe kell tartani. Utána kapnak egy kicsi talányok. épp most a Pabljuri-val megyünk az egyesületekhez, és a, a, keresjük az edzőiket, és próbáljuk egy olyan mederbe terelni, hogy azért egy picit pihenjenek is ezek a gyerekek és június közepétől készülünk a nyílt Európa bajnokságra, ott a győriek kivételével megyünk, győriek középiskolás vb-re mennek, majd augusztus 8-ától kéthetes direkt felkészülésünk van a világbajnokságra. Ott helyet szílozza meg? A hát sosem? én nyolcba szeretnék jutni, az úgy gondolom, hogy ettől a csapattól az egy óriási bravúr lenne, aki ismeri ezt a korosztályt, minden edző azt mondta, hogy az egy nagyon-nagyon nagyon jó eredmény, és úgy gondolom, hogy a szövetségben is ez a célkitűzés. Én is ezt tartom egy talán elérhetőnek, nagyon sokat kell ahhoz még dolgoznunk. Hát ez jó munkát. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen.